Gyurica Béla vezérezredes a Székesfehérváron állomásozó szárazföldi csapatok egykori parancsnokának emléktáblájánál a Honvédség és Társadalom baráti kör megalapítójáról, a katonai emlékpark megálmodójáról emlékeztek meg, virágokat, koszorúkat helyeztek el katonatársak, tisztelők, barátok, civil szervezetek. Az egykori országgyűlési képviselő 1995-ben alapította meg a Honvédség és Társadalom baráti kört. Hogy ő fogalmazott, a munkája során folyamatosan érzékelte azt, hogy a sereg akkor lehet csak sikeres, és akkor fogja tudni megoldani azt a feladatot, amit törvényeink is számára megszabnak, hogyha tesz, nem csak a sereg tesz ezért, hanem a társadalom tesz ezért. Azaz, hogy támogatja a társadalom azt a feladatot, amit végre kell hajtani. A megemlékezés az 1848-as emlékműnél folytatódott. Udvardi Endre jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár ünnepi beszédében elmondta, a Pákozd-Sokorói csata a Magyar Honvédség megszületése szempontjából jelentős esemény, a Pákozdi Katonai Emlékpark pedig méltó emléket ad az eseménynek. Mint a helyettes államtitkár mondja, a Magyar Honvédség megújítása szempontjából fontos időket élünk. A Magyar Honvédség újrafelszerelése a legmodernebb haditechnikával történt. Ellátás, a személyállományról való gondoskodás, és az egész Magyar Honvédség átalakítása szempontjából fontos időket élünk, és természetesen egy erős honvédség építése nem létezik a múltról való megemlékezés nélkül, hiszen bár előre tekintünk mindig, de a múlt hagyományainak a megőrzése, tiszteletben tartása az mindig nagyon fontos számunkra, és ennek egy méltó terepe a Pákozdi emlékmű. Az ünnepi beszédet követően a jelenlévő katonai, rendvédelmi, hagyományőrző és civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeztek el az obeliszknél, fejet hajtva a hősök emléke előtt.